Teherautót állítottak le a rendőrök a 4-es főúton péntek reggel. Az elmúlt napokban ismét csatlakozott a magyar rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete az európai szintű közlekedésrendészeti akcióhoz, a TISZPOL-hoz. Az előre tervezett, több napon át tartó ellenőrzés sorozat célja időről időre változik. Van, amikor a biztonsági övet, a sebességet vagy az ittas vezetőket próbálják kiszűrni. Most az úgynevezett Truck and Bus, tehát a tehergépjárművek és autóbuszok ellenőrzését szervezték meg. Egy elemző és értékelő munka után választották ki azokat a forgalmasabb útszakaszokat, ahol nagyobb az ilyen típusú forgalom. Kiterjed az ellenőrzés sorozat a tehergépjárművek, illetve az autóbuszok ellenőrzésére. Az akcióban részvevő kollégák ellenőrzik egyrészt a vezetőket, a járművezetőket, az okmányokat, alkoholos ellenőrzést hajtanak végre, és kiemelten ellenőrzik a vezetési és pihenőidők kivételét, illetve meglétét. Ezen kívül műszakilag átvizsgálják a járműveket, és ellenőrzik a járművek csomagtereit, raktereit, esetlegesen a járművekben tartózkodó külföldi személyeket. A leállított teherautósok így a rakteret is kinyitották, a rendőrök azt is átvizsgálták minden esetben. Munkájukat a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segítette a helyszínen. Vajtó Levente hozzátette, az ehhez hasonló ellenőrzések során több esetben is előfordulnak kirívó szabálytalanságok, ilyen például az ittas vezetés vagy az autók nem megfelelő műszaki állapota.